De akkor nézzük konkrétan ezt a motort, ezt a modellt. Hogy indult a felújítás? Gondolom kellett hozzá dokumentáció is. Először is a főbb adatok, a műszaki adatok ebbe a német nyelvű könyvbe megtalálhatók, amit ugye fejből azért nem tudok. Tehát az enyém ugye R51/3-as típusú BMW, azt írja itt az okos könyv, hogy 494 köbcenti a hengerűrtartalma, és 24 lóerőt ad le 5800 fordulaton. Okay. Na most jön az, amit az előbb mondtam, hogy ugye ez még a 68-as benzinhez, oktánszámú benzinhez van gyártva. Kompresszió viszonya 6,3 az 1-hez. Hát ez egy nagyon alacsony kompresszió viszony. Ma már 10 körül van, 10 az 1-hez kompresszió viszonyok futnak, csak nagyjából mondom ezt a számot, mert ugye van olyan motor, amelyik 12 az 1-hez ilyen kompresszió viszonnyal jár. Na, és azt mondja, hogy OHV a vezérlés, ami azt jelenti, hogy felül szelepet, tehát itt vannak a hengerfejbe a szelepek, és itt ezen a nyomórudon keresztül ezen mozgatja a vezérmű tengely a szelepeket. Kettő karburátoros, két porlasztós, egyik ott a másik oldalán. Aztán ugye négy ütemű, váltóáttételben nem kell belemennünk, és azt mondja, hogy 17 literes a tank mérete, üzemanyag tank térfogata, és 190 kg a tiszta súlya. Aztán mi van még, ami a... Hát ami még érdekes talán, hogy kardántengelyes. Kardántengelyes, 135 km/h a végsebessége. És ebből gyártottak 18.420 darabot. Mágnesgyújtású, még a szakembereknek ez mondjuk érdekes lehet, és dinamós, 6 voltos töltésvilágítási rendszere van. A sebességváltónál van egy érdekesség, hogy váltasz vele, mert ugye van egy kézikar is itt hátul. Igen, azt senki nem használja, azt a kézikart, ugye ez már annyira korszerű, hogy lábváltós. Négy sebességes első lefelé, kettő, három, négy fölfelé. Ezt nem találok rá észszerű magyarázatot, hogy ezt minek csinálták ide, mert a váltókar úgy van felszerelve a váltótengelyre, hogy nem is tud leesni róla. Tehát, mert vannak, találkoztam olyan motortípussal, amelyiknél hát nem volt elég észszerűen megtervezve a sebességváltókar rögzítés, és elveszett a váltókar. Na most itt ez úgy van megcsinálva, hogy nem tud elveszni, nem tudom, minek tették ezt, de hát rajta van. Tehát ezzel is lehet váltani a sebességet, de én nem láttam, nem hallottam még olyat, hogy ezzel valaki váltott volna menet közben. A motor az tulajdonképpen gyárinak néz ki, tehát mintha most gördült volna le a gyárból. Milyen alkatrészek, amelyek újak rajta? Mert azért gondolom, egy gumi elöregszik, az ülések most például teljesen új hatásúak, vagy pedig a benzintartálynak a burkolata, az embléma. Ezeket hogy sikerült megoldani? Hát utángyártott alkatrészekből. Tehát itt van markolatgumi, utángyártott benne a Magura felirat. Ugye az ülésgumik szintén utángyártottak, de a teljes pontos mása az eredetinek, feliratozva minden. Tehát ezek mind ilyen márkajelzett, utángyártott dolgok. Tehát ezek ugye kopó lábtartó gumi, úgy szintén, tehát a gumiáru, hogy mondtad, hogy gumiáru. Gumiárút sajnos ugye azt nem lehet megmenteni a utókornak, tehát az nem működik, hogy 60 év múlva is még új lesz. Tehát ezek igen. Aztán például az embléma is utángyártott, ugye ez egy sérülékeny darab, zománcozott, mint az eredeti olyan. Úgyhogy az előbb mondtam, hogy ezek a kezelőszervek is utángyártottak. Tehát ami úgy elporlik és megeszi a rozsda sok év alatt, azokat utángyártottból kell pótolni. Amikor a Puchról forgattunk, akkor rettenetesen csodálkoztunk, hogy a motoron még a csavarok nutja is mind egy irányba néz. Ezen is? Ezen is, igen. Ezen is. Hát ez a dili a táborinak, úgyhogy... Ez a negyedik ilyen újkorban felújított motorod. Melyikre vagy a legbüszkébb ezek közül? Húha, ez nehéz kérdés. Attól tartok, hogy mindegyik egyformán az enyém, tehát nagyon ragaszkodom mindegyikhez. Hát ugye nagyon sokan megkérdezték már, hogy eladnám-e, hát szó nincs róla. Tehát ezt, amíg én élek,
ha valami nagy dolog nem történik, hogy kell a pénz, addig én ezeket a motorokat nem adom el. Tehát ezek nekem olyan, annyira hozzám nőtek, hogy eszembe sincsen, hogy eladjam. És oldtimer, veterán szinten melyik a legkülönlegesebb, amit elismernek? Hát menni öregebb, ugye, annál érdekesebb, és nem biztos, hogy értékes, mert ugye a Puch az csak 250-es, tehát az a kis hengerűrtartalmú motorok kevésbé értékesek, ha csak nem valami 1905-ös gyártmány, ugye, mert akkor az nagyon értékes, de azonos évjáratokban a nagy hengerűrtartalom általában értékesebb. Na most ehhez még hozzájön az, hogy ugye itt Európában a BMW az úgy mindent ver, meg a Zündapp, tehát a két német nagymárka az úgy mindent ver, úgyhogy tehát ugye menni nagyobb a lökettérfogat, a hengerűrtartalom, annál nagyobb becsbe van tartva, de mint különlegesség a Puch maga nemében is egy nagyon különleges motor. Tehát ugye annak idején elsoroltam én, hogy milyen érdekes dolgok vannak annál a motornál, lehet, hogy az a legkülönlegesebb. De ez például már rendszámmal is rendelkezik, ezen igen, tudsz közúton igen, is igen. Közlekedni, és hát nemzetközi oldtimer minősítése igen, van? Igen, igen. Ezt nem lehetett könnyű megszerezni. Hát nem is volt nehéz, elárulom, mert ugye mindene jó, tehát most ennek még az a különlegesség, hogy még a fékjei is jók, tehát ennek működik a világítása, jók a fékek rajta, tehát ez egy motorozható motorkerékpár. Ugye, tehát még a BMW, az egyhengeres BMW, az a magyar, rossz magyar utakon nehezen motorozható. Tehát ugye nem is tudom, hogy tudtak motorozni vele a régi makadám utakon, pedig motoroztak vele, úgyhogy el vagyunk kényeztetve. Igen, tehát ez levizsgázott, úgyhogy ez rendszámos 5 évig érvényes műszaki van rajta, hogy ezzel motorozom is néha-néha, nem mondom, hogy sokat most már, agyon van strapálva, mert 200 kilométer van benne. Épp kérdezni akartam, hogy mi volt a cél a rendszámmal, hogy újra fölpattansz és túrázol majd vele? Hát túrázni nem valószínű, tehát abból már lehet, hogy kicsit kinőttem, de a feleségem szavait idézem, hogy elmész, megsétáltatod. Hát igen, fölülök rá, vagy elmegyek valamelyik kollega barátot meglátogatni, vagy éppen egy 10-20 kilométert kicsit kiszellőztetem, és akkor újra beteszem a csatasorba. És ott állnak bársonyzsákba a többiek is. Igen, 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 és akkor amikor kimegyek hozzájuk, akkor feleségem mondja, hogy mész beszélgetni. Úgyhogy. Nem szégyellem, de hát ez így van egyébként. Gondolom azért megnéznek az utcán, hogyha elmész valamára. Integetnek, dudálnak, mutatják. Igen. Itt a műhelyedben leginkább ugye modern motorokkal foglalkozol. Igen. Ez nem lelkitörés, hogy egy ilyen komoly gép után a mai kicsit silányabb technikával kell foglalkozni? Lesz ezekből valaha veterán motor? Hát biztos, hogy lesz, és én ugye nagyon jó lóra tettem, amikor a Simpsonokkal elkezdtem foglalkozni nagyon mélységben, tehát nagyon, nagyon aprólékosan kezdtem, tehát ugye minden részét tövéről hegyére megismerni, és minden részét javítani tudjuk, és a Simpson ennek az utódja. A Simpsonok reneszánszukat élik, legjobban tartja az árát a Simpson, a két üteműre gondolok, mert van négy ütemű Simpson is, de az is, egyébként a négy ütemű Simpson is, az is nagyon jól tartja az árát, és nagyon szeretik a németek. Ötössével, tízessével hordják ki Németországba, és vásárolják fel a Simpsonokat, ugyanis Simpsonból amennyi készült, annyi fog maradni az utókornak. Nincs már utángyártás, alkatrész utángyártás van, de motorkerékpárgyártás nincs, és örülök neki, hogy annak idején én ezzel ilyen komolyan foglalkoztam a Simpsonnal, mert bizony ma is nem azt mondom, hogy a Simpsonból élünk, de a bevételnek a felét igencsak a Simpson javítás, átalakítás, mindenféle munka,
a villamosságtól kezdve csak fényezést, krómozást nem vállalunk, minden mást, és alkatrész meg minden, hozzá, minden van hozzá. Tehát az utolsó alátétig mindent tudunk adni, és amikor javítjuk, akkor sincs gond, nem kell autóba ülni, futkosni alkatrész után, oda nyúlunk, kiveszük a fiókból, és halad. Tehát akkor a tábori tuning az most reneszánszát éli? Mondhatjuk azt is, igen, mondhatjuk azt is. Szóval a Simpson azt kérdezted, hogy a maiakból lesz-e veterán motor, biztos, hogy lesz, mert már is oda vannak érte a Simpson-ökér, és újítják fel. Itt 500 ezer forintokat emlegetnek már, hogy egy nagyon szépen felújított Simpson 500 ezer forintért elmegy, eladják, kiviszik a németekhez, ott még többet adnak érte. Tehát a németek akkor akinek egy... van, az most igen. Nagyon jó járt vele. A németek egyébként nagyon szeretik, ami eredeti még. Tehát megőrülnek, ha ilyen 200-300 kilométeres Simpsont valaki a Mariska nénitől meg tud venni, mert a papa meghalt, és a szobába valahol őrizték, és az olyan patika állapotban van. Ilyenért a német megőrül. Nem sokára ugye közeledik a karácsony. Te ilyenkor mit szokták kérni a családtól? Hát igen, igen. Nem alkatrészt, vagy ilyen jellegű dolgot nem. Mert csak azért kérdezem, mert itt áll egy következő motorváz a műhelyben, ami szintén felújításra vár. Igen, igen. Hát ezt ugye nem a családtól kérem, mert ugye a családom többi tagja ezt nem tudja eldönteni, hogy nekem ez lenne az értékesebb, meg ajándéknak túl drága. Hát én a karácsonyra a szokmányos ajándékokat szoktam kapni, amit általában bárki, férj, apuka, vagy éppen nagypapa kap, úgyhogy köze nincs a Simpsonhoz. Esetleg katalógus, ilyesmi, tehát az már, olyat már kaptam. 70. születésnapomra például kaptam 2-3 ilyen katalógust, tehát ilyesmi előfordul. Úgyhogy én nekem elég az, hogyha megkapom a nyugalmat, tehát hogy nem háborgat érte a feleségem, hogy miért költöttél rá ennyit vagy annyit, minek kellett ez vagy az, tehát ilyen szóba se kerül mi nálunk, úgyhogy. Ők nagyon-nagyon jól tolerálják a te hobbidat, mert tulajdonképpen ez egy, hát nem is tudom, minek nevezzük, egy óriási meg kötöttség. Ezt a rengeteg időtöltést, amit én ezekkel töltök. Tehát most ugye a lakás, odahaza minden rendben van. Tehát ott nekem nem kell csempézni, nem kell fürdőkádat cserélni, nem kell semmit csinálni. Felszabadul ez az idő, és akkor ezt én teljes válszélességgel csinálom. Tehát az üzlet az mindenek előtt, és ebben nekem óriási segítségem van, hogy a feleségem ezt teljes mértékben tolerálja. A restaurálásban a fiat segít neked? Természetesen, persze. Tehát ő ugye itt a kereskedelmi igazgató a nagy cégünkben, úgyhogy ő keres alkatrészeket, telefonálgat, innen kér árajánlatot, onnan kér árajánlatot. Itt ugyan nagyon nagy választék nincs, tehát ez inkább, amit most mondtam, arra vonatkozik az itteni alkatrészeknek a beszerzésére, ez az ő dolga, de itt nem arról, mint például gumikat, ugye ő szerezte erre. Hát ő kinézi, kinél, milyen márka van, melyik felel meg nekem, hol mennyi az ára, és akkor ugye így kerül megvételre. És neki megengedett, hogy felüljön például erre a motorra? Még nem ment vele. Na? Még nem ment vele, képzeld, de nem ment vele, igen, de hát persze, ugye van neki nagy motor jogsia, tehát igen. Ő kevésbé élhal a motorért, de szeret motorozni, csak most már, ahogy ő is ugye elmúlt 50 éves, tehát már most kevésbé ilyen fiatalos, hogy motorozni is gyerünk és hadd szóljon. És az unokák? Hát az unoka, ugye van egy lányunokám, ő neki már van jogosítványa, ilyen szempontból már tud vezetni, nem motorkerékpárra, gépkocsira, autóra. A fiúcska, aki 19 éves, ő meg éppen most jár vezetni. Úgyhogy ennyire autósok, motorosok. A fiúcska ügyeskezű, nagyon ügyeskezű gyerek, a Benji, és most még ő a biciklinél tart. Tehát a biciklibe bele van őrülve, azt hetente szedi, szét rakja, alakítja, újat csinál, zománcoztat, vázat vesz, nullából biciklit csinál, kereket fűz,
de még a biciklinél tart, tehát őt még nem kapta el ő még nincs beoltva benzinnel. De szerintem be lesz. Hát jó lenne, igen. Beszéljünk akkor a következő tervedről, itt áll már a váza egy motornak. Igen. Mi lesz ez? Hát ez egy, ennek a BMW sorozatnak, ennek a boxeros sorozatnak, amit igazán veterán motornak tartanak ezek a boxerek, ezeknek a utolsó mohikánja ez a típusú motor, ezt tartják a leghasználhatóbbnak, ezt a motort, közúti használatra leghasználhatóbbnak, mert majdnem azt mondtam, hogy értékesebbnek, de nem ez a legértékesebb, mert a legértékesebb a nagyon régi laprugós BMW boxerosba, tehát maradjunk a boxernál, mert ugye a boxer motor az, amelyik hengerei vízszintesen vannak, és a dugattyúk vízszintesen mozognak, hogy érthető legyen. Azért mondtam ezt el. Tehát ennek a sorozatnak ez az utolsó olyan darabja, amié meg vannak őrülve az emberek. Ez egy 1966-os gyártású R69S, tehát ez a sportváltozat, ez egy ilyen emelt teljesítményű, emelt kompresszió viszonnyal. Tehát ebből az lesz, hát ugye ilyen állapotban van már kosárban ez is, úgyhogy ebből lesz a következő BMW. Nem sokára 76 éves leszel, meddig akarsz még motorozni? Hát igen. Erről már beszéltünk, és számolgattunk már, azt hiszem pont te veled, hogyha akkor voltam, hogy is volt az? 69. 70 éves, hogy ahogy látom a jobb kondiba lévő kollégákat, barátokat, hát esetleg 85, esetleg, de az már nagyon nagy ajándék lenne, ha 85 éves korban is még mernék felelősséggel ülni, és mernék motorozni. Hát a 80 azért az karnyújtásnyira van. Tehát mire ez elkészül, mondjuk ha ez is két év, még nem tudjuk, hogy két év lesz-e, akkor már ugye én leszek 78, tehát már nincs messze a 80, úgyhogy hát ezzel okvetlenül, tehát ez eszembe se jut, hogy én ezzel nem motorozzak. Kíváncsian várom, hogy milyen lesz, remélem, hogy meg tudjuk majd nézni. Én jó egészséget kívánok neked, és azt, hogy ne álljál meg ezzel a motorral. Jöjjünk még többször ide hozzád. Hát nagyon köszönöm, jó lenne, hogyha ez beválna, ez a jó kívánság. Örömmel várlak benneteket. Köszönjük szépen. Következő alkalommal is. A helyi értéket látták. Mindannyiuknak békés, áldott karácsonyt, sikeres új esztendőt kívánok. Viszontlátásra!